A kormány egy bizottságot hozott létre, amely az ukrán régiók és kistérségek téli kihívásokra való felkészültségét ellenőrzi, jelentette be Denis Mihály miniszterelnök a megyei katonai adminisztrációk vezetőivel folytatott megbeszélésen, amelyen részt vett Olexi Kuleba miniszterelnök helyettes és Viktor Mikita az elnöki hivatal vezető helyettese. Minden lehetséges forgatókönyvet számításba kell venni, és azonnal reagálni kell a vészhelyzetekre. Az energiaügyi minisztérium és a régiók vezetői egyértelmű feladatok előtt állnak az energetikai létesítmények védelmével, a szükséges tartalékképzéssel és a decentralizált termelés fejlesztésével kapcsolatban. Ezekben a kérdésekben összehangoltan és gyorsan kell cselekednünk, jelentette ki a kormányfő. Emellett az ülésen szó esett a kritikus infrastruktúrális létesítmények védelméről és helyreállításáról, valamint az iskolai óvóhelyek építéséről. A kormány mindenre forrásokat különített el. Ismernünk kell a jelenlegi állapotot és a szükségleteket. A régióknak aktívabban kell kommunikálniuk a nemzetközi partnerekkel, hogy támogatást vonjanak be a kiemelt projektek végrehajtásához. A kormány ehhez minden feltételt megteremtett, mondta a miniszterelnök.